Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselőjelölt lakossági fórumot tartott Tapolcán. Fenyvesi Zoltán elmondta, április 8-a valamennyiünk életében fontos dátum. Sorsdöntő időpont előtt állunk, a rendszerváltozás utáni évtizedek legfontosabb választása következik. Azért mondom mindezt, mert arról fogunk dönteni április 8-án, hogy milyen jövője lesz gyermekeinknek, unokáinknak, illetve az ő gyermekeinknek és unokáinknak az elkövetkezendő évtizedekben. Ez egy sorsdöntő választás lesz, sorsdöntő döntés előtt állunk. Azért, mert olyan döntést kell majd hoznunk, hogy ki vezeti Magyarországot, ki vezeti a magyar kormányt április 8-a után. Orbán Viktor lesz a Magyarország miniszterelnöke, vagy pedig én is így érzem, azért vagyunk itt, így igaz, és teszünk is majd érte április 8-án, de azért április 8-a előtt még kérdés, és ezt kérdésként fel kell tennünk, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnök, erről fogunk dönteni. Orbán Viktor lesz a Magyarország miniszterelnöke, avagy Karácsony Gergely, Szél Bergetet, örülök, hogy egyetértünk, de ehhez valamennyiünknek április 8-án el kell menni, és valamennyiünknek jó döntés kell hozni április 8-án. Ma olyan kormánya van Magyarországnak, folytatta Fenyvesi Zoltán, amely megállította a bevándorlást, amely keresztény jövőt képzel el nekünk. Ezt követően kiemelt néhány fontosat a kormány eddigi intézkedéseiből, a legfontosabbakat, hogy stabilizálta a gazdaságot, az államadóságot jelentősen csökkentette. 2010-ben még 12% körüli volt a munkanélküliség Magyarországon, jelen pillanatban ez 4% alá csökkent, Veszprém megyében is 4% alatt vagyunk, sőt vannak olyan régiói iparosított területei az országnak, ahol 2%-os a munkanélküliség, elsősorban Ajkán és Veszprém megyében ilyenek az adatok, de abban a süvegi régióban, amely magas munkanélküliségi mutatókat tudott felmutatni még 3 évvel ezelőtt is, ebben a régióban is az átlag, a megyei átlagnak megfelelő 4% körüli a munkanélküliség. Ez azt bizonyítja, hogy kiválóan működik a magyar gazdaság, és ezt a kiválóan működő magyar gazdaságot szeretnénk mi április 8-a után is megtartani. Nagyon pozitív a kép a családtámogatás tekintetében is. Jelentős eredményeket tudunk felmutatni mi, akik dolgoztunk az elmúlt években ebben a választókerületben, folytatta Fenyvesi Zoltán. Szólt még a képviselőjelölt a pályázati lehetőségekről is, kiemelve, hogy a kis települések is jelentősen tudtak fejlődni a 100%-os támogatásokkal. Elmondta még, hogy létrehozták a problematérkép.hu weboldalt, ahol a lakosok, a választópolgárok jelezhetik közvetlen környezetükben a megoldandó feladatokat. Szijjártó Péter miniszter elmondta, sok személyes emlék fűzi ehhez a térséghez. Elsőként aktuális helyzetképet adott az ENSZ globális migráció csomag tárgyalásával kapcsolatban. A migráció tekintetében egy óriási európai és egy óriási globális vita zajlik. Tehát ma mind a világszintű, mind az európai politikában a diskurzusnak az első számú témája az a migráció. És így van ez a nemzeti parlamenti választások vonatkozásában is. Tehát mi egyáltalán nem vagyunk egyediek, magyarok, abból a szempontból, hogy a nemzeti parlamenti választásunkat megelőzően a kampánynak a fő témája az a bevándorlás. Így volt az Ausztriában, és így volt az Olaszországban is, hogy két legutóbbi példát említsem önöknek. És mind Ausztriában, mind pedig Olaszországban azok a pártok győzedelmeskedtek, amely pártok a bevándorlás ellen foglaltak hangsúlyosan állást. És ezen két országban is, akár csak hazánkban, a legélesebb törésvonal politikai oldalak és választáson induló pártok között éppen a migráció témájában figyelhető meg. Ugye vannak olyan pártok, amelyek a migráció ellen, és vannak olyan pártok, amelyek a migráció mellett foglalnak állást. Nos, az ENSZ-ben zajlik egy vita arról a dokumentumról, amelynek globális migrációs csomag a neve, és amely globális migrációs csomagot az idei esztendőben decemberig vitatják a tagországok, és decemberben majd egy Marokkóban sorra kerülő kormányközi tárgyalási fordulón kerülhet
sor a dokumentum elfogadására. Most ennek a dokumentumnak már az alapállítása is hamis. Az alapállítása is szemenszedett hazugság, és erre mi magyarok, tágabb kontextusban mi európaiak vagyunk az élő példa és a bizonyíték. Ennek a globális migrációs csomagnak ugyanis az alapállítása az úgy szól, hogy a migráció jó, és a migráció megállíthatatlan. Na most mi mindkettőre tudjuk a cáfolatot. Az, hogy a migráció jó volna, az európai, hogy is mondjam, vonatkozásban is gyorsan cáfolható. Mert hogy lenne jó egy olyan folyamat, ahol egyrészt embereknek el kell indulniuk otthonról valamilyen oknál fogva, hogy lenne jó egy olyan folyamat, amelynek során emberek életveszélyt vállalnak, és hogy lenne jó egy olyan folyamat, amelynek a végén általában úgy néz ki a történet, hogy társadalmak teljesen más kultúrával érkező tömegeket kell, hogy befogadjanak, ami aztán párhuzamos társadalmak kialakulásához vezet, ami aztán komoly biztonsági kockázatokkal jár. Európában az elmúlt 2,5 esztendőben folytatta 27 terrortámadás történt, amelyek elkövetői migrációs hátterű személyek voltak. 330 ártatlan ember halt meg, és 1300-an sérültek meg szintén ártatlanul. Régebben, amikor néztük a híradóban a közel-keleti eseményeket, mutatták a terrorcselekményeket, zavargásokat, az európai ember nyugodtan dőlhetett hátra a fotelban, hogy ilyen nálunk nem történhet, mondta. Minden migráns terrorista. Ezt senki nem mondja. De hogy a migráció komoly lehetőséget biztosít a terroristák számára, hogy könnyen jussanak A-ból B-be, az egészen biztosan így van. A másik állítás, hogy a migráció megállíthatatlan. Akkor mit csináltunk mi 2015 őszén, hogyha megállíthatatlan? Akkor megcsináltuk a lehetetlent, mert hogy megállítottuk az illegális migrációs hullámot. Emlékezzenek rá, 2015-ben Magyarország területén 400 ezer illegális bevándorló masírozott át. Bizonyára emlékeznek rá, hogy hogyan viselkedtek ezek az emberek. Ezek az emberek fittyet hánytak, nem csak a nemzetközi szabályokra, akkor amikor megsértették a határunkat, nem csak a szuverenitásunkat vették semmibe, amikor teli szájjal belenevettek azokban a kamerákban, amelyek rögzítették azt, ahogy önfeledten sértik meg Magyarország déli határát. Biztos, hogy emlékeznek rá, hogy ezek az emberek visszautasítottak nagy többségükben mindenfajta kultúrát, együttműködést a magyar hatóságokkal. Biztos, hogy emlékeznek arra, hogy ezen emberek közül kerültek ki azok, akik dobálták a magyar határvédő magyar rendőröket. És biztosan emlékeznek rá, hogy ezek az emberek voltak, akik agresszívan azt követelték, hogy ők nem mennek be a táborokba, hanem oda, ahol ők vannak, pontosan oda vigyék nekik az élelmet, meg az innivalót, és ott lássák el őket. És biztosan emlékeznek arra is, hogy ezek az emberek foglalták el a pályaudvarainkat, és viselkedtek úgy Budapesten, hogy magyar ember a környékre nem ment szívesen. És biztosan emlékeznek arra is, hogy ezek az emberek voltak azok, akik gondoltak egyet, és elfoglalták a legforgalmasabb autópályánkat, hogy azon majd sétáljanak. Na most ilyen viselkedésből, ilyen kulturálatlan, agresszív, a mi szabályainkat, a mi kulturális hagyományainkat semmibe vevő viselkedésből mi itt Magyarországon nem kérünk. Hogyha a migráció azért jó, mert ilyen emberek indulnak meg útnak, és ilyen emberek jönnek Európába, akkor köszönjük szépen. A mi fogalmaink szerint ez nem a jó kategóriába tartozik. Viszont Magyarország meg tudta állítani ezt az illegális bevándorlási hullámot. Igaz, hogy ráköltöttünk 1 milliárd eurót. Az elmúlt 2,5 esztendőben ezt a 300 milliárd forintot egyébként lehetett volna a magyar gazdaság bővítésére vagy további dinamizálására is fordítani, de mi arra költöttük, hogy megfeleljünk az európai kötelezettségvállalásainknak. És megvédjük Európát egy további illegális bevándorlási hullámtól. Ezért felháborító, és ezért kell kikérni magunknak minden esetben, hogyha nyugat-európai barátaink a szolidaritás hiányára hivatkoznak Magyarországgal szemben, mert nálunk szolidárisabb a nyugat-európai országokkal migráció tekintetében nincsen. Minden ország szuverenitásának az a legfontosabb eleme, hogy a határait meg tudja védeni. Ha egy országtól elvitatják a saját határvédelmének jogát, akkor önállóságát kérdőjelezik meg. Világossá kell tenni, hogy a határsértés az az egyik legsúlyosabb bűncselekmény egy nemzet szuverenitásával, egy ország szuverenitásával szemben. Ezért a határsértést súlyosan meg kell büntetni. Nem relativizálni kell a határsértést, nem mentegetni kell a határsértést, hanem meg kell büntetni. Ugyanis arra az egyszerű kérdésre még soha egyetlen egy nyugat-európai barátom sem tudott értelmes választ mondani, amikor azt a kérdést tettem föl neki, hogy és mondd meg, kedves barátom, a nemzetközi jó mely passzusa értelmében kellene megengednünk bárkinek,
hogy két békés ország között megsértse a határt. Két békés ország között. Milyen erkölcsi, jogi vagy bármilyen más alapja volt bárkinek arra, hogy Szerbia és Magyarország között megsértse Magyarország határát? Háború van Szerbiában? Hál' Istennek nincsen. Életveszélyben voltak ezek az emberek Szerbiában? Nem voltak életveszélyben. Akkor meg, és akkor ilyenkor jön az indok, hogy hát mert ők Németországba akartak menni. Na igen, de ilyen jog meg nem létezik. Hogy én fölkelek és azt mondom, hogy Németországba akarok menni, és akkor megindulok. És ha éppen egy határ jön közben, hát akkor azon megyek át, ha egy húzaföld, akkor azon. Ha egy helyi gazdálkodónak a fólia sátra, akkor éppen azon. Ha egy vasútállomás azon, ha egy autópálya meg azon. Ilyen nincsen. És ma a harcnak ez az egyik leglényegesebb eleme. Az ENSZ-ben azt akarják elismertetni, és ebben sajnos az emberi jogi főbiztos előmet, azt akarják elismertetni, hogy a migráció az egy alapvető emberi jog. De ez nonsens. Ilyen egyrészt sehol nincsen a nemzetközi jogban, másrészt pedig ennek olyan biztonsági kockázatai lennének, amit szerintem nem képesek felmérni azok, akik a migráció kérdésével foglalkoznak, és ezt az álláspontot képviselik. Mert persze mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját hazájában békében, nyugalomban éljen. Ha ez nem lehetséges, akkor azt kell biztosítani, hogy az első békés, nyugodt helyen tudjon élni mindaddig, amíg a saját hazájában a konfliktus véget nem ér, hogy aztán minél előbb vissza tudjon térni oda. Ez az, amiről mi beszélünk. A segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell odahozni, ahol egyébként nincsen baj. Tehát a migráció ösztönzése helyett annak megállítása, a határvédelem, a határsértések relativizálása és mentegetése helyett a határszigorú védelme. Ez a mi politikánk. A józanságnak és higgadtságnak napjainkban óriási szerepe van, mondta a miniszter. Mi azért tudunk versenyképesek lenni, mert a józan észre alapítjuk politikánkat. Ezért vagyunk gazdaságilag versenyképesek, és ezért vagyunk Európának egy biztonságos helye. És én arra kérem önöket, hogy önök is biztosanak minél több embert, hogy a józan eszükre hallgassanak, amikor április 8-án meghozzák a döntésüket. És itt ebben a körzetben, hogyha a bevándorlást ellenző politikus szeretnének parlamentbe küldeni, akkor Fenyvesi Zoltán barátomnak szavazzanak bizalmat, és tegyék lehetővé, hogy azt a bizonyos feladatlistát, aminek az elkészítésére most újra inspirálta önöket, azt a feladatlistát egy majdan felálló bevándorlást ellenző kormány asztalára le tudja tenni, és ezt követően pedig össze tudjunk fogni és dolgozni tudjunk azért, hogy Tapolca, Nagyvázsony és környéke a szükséges fejlesztési forrásokat felhasználva újra komoly fejlesztésnek tudjon indulni. Arra kérem önöket, Fenyvesi Zoltán barátomat támogassák április 8-án, és minél több ember továbbjának meg ennek fontosságáról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lakossági fórumot követő sajtótájékoztatón a televíziónk által megfogalmazott kérdésre az alábbi választ adta. Ez az ország versenyképessége alapvetően három dolgon múlik. Egyrészt a gazdasági környezet befektető barátságán. Ebben a kérdésben Magyarország szemére keveset szoktak negatív kritikát hozni tekintettel arra, hogy az Európai Unió legalacsonyabb adói nálunk Magyarországon vannak. Aztán szükség van szakképzett munkaerőre. Itt a környék vállalkozásai mindig arról szoktak beszámolni, hogy a térség iskoláival, főleg szakközépiskoláival való remek együttműködés nyomán tudják kezelni azt a munkaerőpiaci helyzetet, ami abból állt elő, hogy 12,5%-ról 3,7%-ra csökkent az országban a munkanélküliség. Harmadrészben pedig szükség van jó logisztikai adottságokra, és itt a környék útépítési munkálatai pedig mind-mind segítenek abban, hogy ennek a térségnek a beruházás sokat vonzó képessége az javuljon. Tehát ennyi általánosságban. Na most, ami az Európai Uniós forrásokat illeti, ugye 2020-ban lejár a jelenlegi 7 éves Európai Uniós finanszírozási költségvetési ciklus. A következő időszakról már elkezdődött a vita. Az jól látszik, hogy itt ugyanazok az ütközések lesznek majd, mint amely ütközések voltak minden korábbi 7 éves költségvetési ciklus tervezésekor. Tehát vannak olyan országok, amelyek azt szorgalmazzák, hogy a kohéziós forrásokra legyen.
legyen több pénz. Vannak olyan országok, amelyek ezt nem akarják, és inkább máshova fordítanának pénzeket. Szóval vannak olyan országok, amelyek a közös agrárpolitikát helyezik felső polcra. Vannak olyan országok, amelyek ezt nem pártolják. Tehát itt lesz egy az országok különböző helyzetéből és különböző gazdaságstratégiáiból fakadó vita, amit ugyanúgy majd meg kell vívni, mint ahogy megvívtunk a korábbi költségvetési ciklusoknak a tervezésekor. Attól azonban semmilyen módon nem kell tartani, hogy Magyarországra érkező uniós források azért csökkennének, mert egyébként mi a magyar nemzeti érdeket, meg a magyar emberek biztonságát folyamatosan képviseljük az Európai Uniós fórumokon. És az Európai Uniós források szerződések szerint járnak. És ezeket a szerződéseket mindenkinek, így az Európai Uniónak is kötelessége betartani. Most arról nem is beszélve, hogy amikor ugye az hangzik el, hogy mi nettó haszonélvezői vagyunk az Európai Uniónak, erről éppen a németek egyik külügyi államtitkára mondta azt, hogy szerinte Németország is nettó haszonélvezője az Európai Uniónak. Nyilvánvalóan részben azért, mert hogy a hozzánk érkező Európai Uniós forrásoknak a 70%-a az valahogy a nyugat-európai cégeknél hasznosul, mert ők végzik el azokat a beruházásokat, fejlesztéseket itt Magyarországon, a kapacitásuknál, a méretüknél fogva, amelyekre ezek az Európai Uniós források érkeznek. Tehát ettől nem kell tartani. Én azt gondolom, hogy ami itt kihívás, az, hogy ebbe a térségbe az elmúlt időszakban nagyon sok autóipar és az autóiparhoz kapcsolódó beruházás érkezett. Én magam személyesen többet tárgyaltam végig ezek közül, akár a Continental beruházásait, akár a Novusnak a beruházását, akár a Löbeliének a beruházásait, itt ugye Nagyvázsony, Veszprém, Ajka ebben a körzetben. Tehát jól láthatóan ennek a térségnek a beruházás vonzó képessége jelentős mértékben megnövekedett. Tehát itt most arra kell koncentrálnunk, hogy minél több szakközépiskolát, minél több középfokú oktatási intézményt hozzunk abba a helyzetbe, hogy a duális szakképzés keretében a vállalkozásokkal együttműködve el tudják érni azt, hogy az általuk képzett fiatalok azok a munkaerőpiacon a valódi igényeknek megfelelő képességekkel rendelkezzenek. Úgyhogy inkább ezügyben dolgozunk együtt. Tegnap Nagyvázsonyban erről hosszasan beszéltünk az ottani cégtulajdonosokkal is, a térség valamennyi iskolájával készen állunk az együttműködésre, a térség valamennyi vállalkozásával is. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, hogyha ez a gazdaságstratégiai koncepció marad április 8-a után is, mint ami most van, akkor annak sümegés ez a környék ugyanúgy a nyertese lesz, mint volt eddig.